Forog ez a kamera? Na, sziasztok! Azt mondja, hogy május 19-e van. Jelentkezek felétek egy kis szőlős videóval. Hát az a helyzet, hogy sajnos jogi érekkel nem tudok szolgálni számotokra, mert mi nálunk itten Hajdú-Bihar megyébe, Hajdú-Nánáson, és itt is a városnak egyik részét érintette, csak egy nagyon jó kis jégesőt kaptunk, ami a idei termés mennyiséget nagyban meghatározza. Vagy úgy mondom nektek, hogy nem hogy megtizedelte, hanem szerintem meg is felezte a termést. Megmutatom nektek ezeket a leveleket, hogy legyen mibe csodálkozni az embereknek. Ilyenek lettek a szőlőnek a levelei. Ilyen borsónyi nagyságú jég esett körülbelül fél órán keresztül. Ahogy csak tudták önteni le az égből, mint a dézsából jött volna, úgy verte a szőlőt, úgy jött, de nem csak a szőlőt, hanem verte a barasztot kezdve mindent. Ezzel nem is lenne probléma, hogy a leveleket egy kicsit megverte a jég, azt úgy néz ki, mint a mosogatóorony, vagy nem is tudom, hogy mire hasonlít, hanem azzal van probléma főként, hogy érte a fürtöket is, és a fürtöknek a kocsányát a jég megüti, és onnantól kezdve a fürt kocsányon egy sérülés keletkezik, és ez a sérülés okot ad, vagy hogy mondjam nektek, elindítja egy gombafertőzést, ami be tud jutni a szőlőbe, és ott rothadást tud okozni, és akkor leszárad a szőlő fürt ott a kocsánynál, ahol megütötte a jég. És akkor kérdés az, hogy ilyenkor mi a teendő, mit tud az ember tenni. Én javaslok mindenkinek, hogyha ilyen történik, egy permetezést rövid idővel a jégverés után. Meg kell permetezni a szőlőt gomba betegségre, igen, ám csak a kérdés megint mindig csak a kérdés, egyik kérdés a másik kérdésre épül, hogy mivel, meg milyen gombára, vagy mi lehet ilyenkor. Ugye én azt gondolom, nem biztos, hogy jó, hogy szerintem most a legnagyobb veszélye a fekete rothadásnak van, és ezt kellene tudni megvédeni valami jó kis permetszerrel. De mi is erre a permetszer? Hát a Delam Pro, aminek a felszívódás, vagy az élelmezés, ugye várakozás ideje az azt hiszem 42 nap. Aztán meg van még a Dinali, aminek 21 napos a várakozás ideje. Célszerű szerintem a Delam Pro-val próbálkozni első körbe, és megnézni azt, hogy mit fog produkálni, de semmi esetre sem várok, hogy mi lesz ezekkel a fürtökkel, mert hogyha már ez a fürtök elkezdenek majd lerothadni, leesni, akkor már hiába permetezek bármivel, akkor már nem tudom megvédeni. De ezzel a permetezéssel kapcsolatban ugye elég nehéz a helyzet, mert azokat a szereket, amiket a szőlőre korábban használtunk, vagy forgalomban volt, azokat egyre jobban vonják ki fel a forgalomból, és váltják fel őket a bioszerek, amikben megmondom nektek őszintén én a véleményemet, hogy nem igazán bízok, mert ezekkel a szerekkel sem volt mindig sikeres a szőlőt megvédenünk a gombabetegséggel, mert olyan sok fajta gombabetegsége van a szőlőnek, nem csak a penonoszpóra, liszharmat, szürke rothadás, fekete rothadás, szőlőorbánc, antraknózis, ugye ez a újfajta jelenség, ami most felütötte a fejét, hogy sokszor nem tudja az ember, hogy mivel is permetezzen, meg ugye egy permetszer nem nyújt 100%-os védelmet mindenfajta ilyen gombabetegségre, aztán meg az eltelt időket is jó be kell tudni osztani, tehát ez a permetezés ez egy nagyon nehéz dolog, de itt van az én barátom, Gabi barátom, együtt szoktunk szőlészkedni, és tőle is kérdeznék egy pár szót ezzel kapcsolatban, hogy nála mi a helyzet ezekkel a gombabetegségekkel, mit tapasztalt az elmúlt években a szőlőjén, vannak-e új betegségek, amit felütötte a fejét, hogyan boldogul a permetszerekkel. Na, nem is tennék fel ilyen sok kérdést, egyszer csak egyet, hogy mi a helyzet nála a szőlőkkel. Beszélj egy pár szót, te is, Gabi. Beszélek, szervusztok. Hasonlókat tudok elmondani, mint a barátom az elmúlt években is, ugye. Mint kiderült, valószínűleg
minket a fekete rothadás egy kicsit ugye megviccelt az elmúlt években. Ezért most jobban oda fogunk rá figyelni. Ezek ugye olyan tüneteket produkált, hogy virágzás közben már, vagy virágzás végén, ugye a fürtök elkezdtek száradni részben, vagy teljesen. Azon kívül a hajtásokat is támadta, tehát a képesek ugye a szőlő hajtások is ugye elfeketedni, elszáradni, levéltünetet is tud produkálni. Ezért most jobban oda fogunk figyelni, reméljük, hogy nagyobb sikerrel, mint az elmúlt években. Hát ez a jég most nem hiányzott a cimborának, hál' Istennek engem nem érintett, minket elkerült a város másik részét, de szerintem ezt még ki fogja tudni rúgni a szőlő, ahogy mondta Zsolti, egy kis permetezéssel, növénykondicionálással, szerintem helyre fog jönni. Hát reméljük, hogy ti nem így jártatok, vagy el fog később kerülni benneteket ez a jég. Mondtam is Zsoltnak, hogy még lehet, hogy jobb, hogy most kapta, és nem később, amikor már ugye a fürtökön ki vannak fejlődve a szemek, vagy érésben van a szőlő, ugye, akkor nagyobb bosszúságot tud okozni. Így még hát, ha fogunk tudni róla enni szőlőt, igaz? Igen, bízunk benne, hogy fogunk tudni enni róla a szőlőt. Azt tudom nektek tanácsolni, hogy nem szabad elkeskenyedni, elkedvtelenedni, hogyha ilyen dolog történik, ez benne van. Hogyha az egyik tőke nem ad, majd ad a másik tőke, vagy hogyha nem lesz szőlő, akkor lesz sárga barac, vagy lesz őszi barac. Itt mellettem látható a kis káki szilvám, vagy datolya szilva. Hát ennek is szépen megjuggalt a levelét. Itt a gyümölcsökkel nem tudott bírni, mert ugye erősek, kemények még a gyümölcsök, de látszik itt, hogy a leveleit ott is a megütögette, de hát szerintem még kaki szilvát még eszünk ebbe az évbe, hogyha nem lesz több jég. A permetezésről még egy pár szót annyit akarok nektek hozzátenni, hogy az interneten vannak fenn nagyon sok videó, és nem akarok senkit megbántani se, meg véleményezni se. Az elmúlt videóban, amit néztem, ott 10 embert kérdeztek meg a permetezéssel kapcsolatban, és 10 ember, 10 fajta permetezési vegyszereket, mechanizmus, vagy hogy mondjam nektek, ilyen segítség, Gabikám, 10 fajta féleképpen próbálják, ugye a... Nincsen rá, úgy mondom, hogy forgatókönyv. Azt tudom mindenkinek ajánlani, és magam is ezen vagyok, hogy érdemes ezeket a gomba betegségeket elsőnek tanulmányozni, hogy valójában mi is az a peronospora, mint olyan. Mi a lisztharmat, mi a szőlőorbánc, és mikor, minek, mi a feltétele, hogy meg tudjon jelenni. Úgy hőmérséklet, páratartalom, hol jelenik meg a szőlőn. Például ez a fekete rothadás, utána olvastunk, és ennek az a gyalázatossága, hogy ez egy belső gomba. És láttam már itt a más videókban több mindenkinél olyan szőlőt, hogy első egy-két évben nagyon jól teljesít a szőlő, nagyon jól terem, gyönyörű ilyen fürtöket produkál, minden, és nem feltétlenül az a szőlőnek a hogy mondjam nektek, tehát mikor első évben 2-3 évig nagyon jól teljesít, negyedik évben meg elkezd hanyatlani. Nem biztos, hogy az az oka, hogy megterheltük a szőlőt, hanem lehet az, hogy ez a fekete rothadás, mint olyan, megtámadta a szőlőt, vagy kapcsolatba került vele. És ez egy belső gomba, ami véleményem szerint azt gondolom, hogy ez kihat a gyökérzetre, és a gyökérzetnek a tápanyag felvételét valamilyen szinten blokkolja, és onnantól kezdve elkezd a szőlő hanyatlani. És ezt én nem láttam még így videókban, nem volt róla információm. Ezt most azért csináltuk ezt a kis videót, hogy tudjunk nektek segíteni, vagy a tapasztalatainkat meg tudjuk osztani. Ami nem biztos, hogy 100%-os, mert ugye ahány szőlő fajta, annyi tulajdonság, meg
én itt vagyok a városnak, Gabi ugyanennek a városnak a másik részén van, megint esetleg más a talaj, másképpen viselkedik, ugyanaz a fajta szőlőj. Na, hát ő nem kapott jeget, én kaptam. Ilyen. Na. És nincs két egyforma ég. Igen. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a kis videót. Kívánok nektek eredményekben gazdag esztendőt. Aztán majd, ahogy haladnak előrébb a dolgok, nőnek a csemeték, akkor majd megint bejelentkezünk egy kis filmmel. Sziasztok! Sziasztok!